Sziasztok! Sziasztok! Ez itt újra a Green Cat és Do It Yourself. A múlt héten megígértük, hogy valami komolyabb projekttel fogunk foglalkozni. Végre eljött ez a hét, és úgyhogy most elkezdjük. Megterveztük, kitaláltuk. Íme. A partipad. Partipad, igen, ez lesz a neve. Nem soká az idő megengedi, hogy legyen napernyő fölötte, és ki lehessen vele ülni. Több év tapasztalat alapján lesz tavasz valamikor, majd igen. Kiderül, hogy mikor. A terv a következőképpen néz ki, itt lerajzolva. Készítettünk egy tervrajzot. Ezt azért jó megcsinálni, mert innentől kezdve minden egyes darabnak fogjuk tudni a méretét, ha méretarányos rajzot készítünk. Mi ezt megoldottuk szépen lerajzolva, és innentől kezdve bármelyik méretet megmérjük, azt a megfelelő arányszámmal felszorozva, megkapjuk, hogy milyen darabokból áll ez. Ez egy oldalnézeti kép, erről az ülő alkalmatosságról, tehát ki kell, hogy szabjuk ezeket a részeket. Amikor ez megvan, ezt összecsavarozzuk, arra rá kell az ülő és a háttámla, és gyakorlatilag kész is vagyunk pillanatok alatt. Igen, tehát tervezéskor úgy állapítottuk meg, és úgy próbáltuk megcsinálni, hogy minden lehető legegyszerűbben lehessen kivitelezni. Ne legyen csapozás, ne legyen átfúrt anyag, semmi, minden csak csavarokkal. Minden csak csavarral, és csak a legegyszerűbb módokon. Úgyhogy az első feladatunk az az lesz, hogy kivágjuk a megfelelő méretű fákat a szabásjegyzék alapján, és akkor, ha ezek megvannak, akkor csiszolunk a szélén, ugye? Egy kicsit a... Letörjük a széleit. Igen, lekerekítjük a sarkait. Ugyanis gyalult fenyőfaanyagból fogunk dolgozni. Mutatok is egy darabot. Igen. Tehát ilyen. Ebből lesz a láb, és minden egyéb alkatrész, hogy szép legyen az éle, és ne karcoljon, ezért ez meg lesz csiszolva. És ráadásul a tervek szerint nem csak, hogy a két végén lesznek lábak, hanem még középen is, ahol ez a könyökről rész van, hogy még stabilabb legyen. Tehát egész nagy súlyú versenyzőket is ki fog bírni. El kell, hogy bírni. Úgyhogy lehet, komplett családok rá ülhetnek egy székre, mert kibírja. Szóval a lényeg akkor, hogy először is méretre vágunk, ugye? Ez alapján méretre vágunk. Így van. Amikor az megvan, pedig akkor csavarozunk. A csavarozás itt az asztalon fog történni. Ennek a legegyszerűbb módja, a tervrajz alapján fölrajzoljuk, hogy fog kinézni, szépen csak rárakjuk a léceket és összecsavarozzuk erre a kis rajzra, amit fölrajzolunk majd. Jó, úgyhogy kezdjük a vágást. Szóval, anyagokat levágtuk, így néznek ki. Ennyi az összes. Ebből meg kell, össze kell tudjon ebből állni. Meg kell konstruálni. Ezekből az anyagokból mindenképpen lesz még levágva. Ők lesznek a háttámla és az ülőlap. Igen, de azt egyelőre nem tudjuk levágni azért. Nem vágtuk le pontos méretre, amikor a váz megvan, akkor centire pontosan levágjuk. És akkor most következik az a rész, hogy a tervrajzunk alapján fölrajzoljuk ugye az asztalra. Nagyjából a méretét itt az asztalra skicceljük, és azon szépen össze tudjuk csavarozni az egészet. Jó. Akkor szerintem az a legegyszerűbb, hogyha most elkezdjük. Tehát lepakolunk egy kicsit az asztalra, hát a legnagyobb darabot levesszük. Igen, elkezdünk rajzolni. És ezek gyakorlatilag a váz. Láb és a váz szerkezet. Ebből kell összeállítanunk, hogy is néz ez ki a valóság. Akkor pakoljunk egy picit össze, rajzoljuk föl, és akkor mehet a csavarozás. Jó. Hát a helyzet úgy néz ki, hogy kész a két oldala. Két oldala kész. Így jön az összekötés. Azt mondja, hogy így. Igen. Jól-e? Így. Tehát, így néz ki a két oldala. Ez lesz hát nyilván egy kicsit egymástól messzebb. Nagyjából 2 méter nagyban, tára. Így van. És akkor most jön az összekötő. Így, és akkor itt bedugom. Egy rövidebb darabbal is illusztrálhattuk volna. Nem de... baj, ez így jó lesz. És akkor így. Oda, igen. Így keresztbe. Hát nyilván ettől szélesebb. Méretbe, vagy tehát az egész lésznek a méretébe, de... kell egy kicsit komolyabb hely, így van, de így lesz. Már is megpróbálunk nekifogni. Tehát akkor először beletesszük a kereszt összekötőket. Amikor az áll, akkor pedig elkezdjük szépen berakni ezeket. A közepét. A közepét, igen. Jó, rendben, akkor ez következik. Tehát már alig látszunk mögüle, de úgy néz ki, hogy kész van. Ez lesz az. Nem kicsi.
masszív. Elcs masszív. Ellenben stabil, igen. Erre komplett cigányzenekar rá, szerintem, mert most már látszik, Isten hogy... Isten igazából ez elbírja. Te. Igen. Tehát nem spóroltunk a benne lévő anyaggal, bár körülbelül egy 2 métert lehetett volna kispórolni belőle. Igen. Hát de... ezt a középső tartót, igen, ugye? A középső ez az, tartót. Amit ki lehetett volna spórolni. Úgyhogy eddig így néz ki, most már csak egy dolgunk maradt igazából, befedni. Tehát a ülőrészt, illetve a háttámlát, illetve az asztalrészt be kell fedjük. Ehhez méretre szabjuk a léceket, így van. És szépen fölrakjuk rá. Igen, hozom a léceket, és akkor megmutatjuk, hogy hogy. Na tehát, itt vannak a lécek. Itt asztalka. Az asztallap. Tehát például. Ezeket majd méretre vágjuk, és így ő belőlük. Hát nem belőlük, különböző... mert ő pont nem jó. Ők pont nem de amelyik jó, abból majd így szépen csinálunk hát egy asztallapot. Ő meg lesz a... Ő lesz az ülőlap. Az ülőlap. Tehát igazából így fog majd kinézni a kész. Itt nem lesz háttámla, ugye, mert hát az asztallapnak minek. Viszont itt pedig így lesz kis háttámla. Szépen. Végig. Végig, aha. Valamikor az első adásban beszéltünk arról, hogy amit megcsinálom, ki is tudjuk vinni az ajtón. Itt a nagy kérdés, így van. Ez majd kiderül. Nem fog kiférni? Ezen lehet, hogy nem. De a másikon kifér. Ezért van két ajtó, amivel jön. Kiválasztjuk a hozzávaló léceket, miből mi lesz. Jó, akkor válasszuk ki a léceket, nézzük meg, hogy hány darab kell, aztán azokat levágjuk. Igen. És akkor utána a szegbelővel fogjuk felrakni, ugye? Igen, igen. Nagyon gyorsan, egyszerűen, nem is nagyon fog látszani. Az a legegyszerűbb igazából, meg... nem kell plusz tartás neki, tehát ez így is annyira ez stabil, masszív, hogy, hogy nem kell neki plusz tartás, úgyhogy... És jó. A másik ok, hogy lemerült az akusfúró. A másik nagyon reális ok, igen, az akusfúrónak a lemerülése. Jó, na akkor válogassunk aztán. Kezdünk, magunk kezdjük. Felé fordítjuk. Jó. Kész! Fasza. A munka után én megérdemelt pihenés. Kényelmes. Zseniális. Napernyő hiányzik. Így van. Egy napernyőnek kell majd még ide egy lyukat fúrjunk. Ide? Ahova. És akkor igazából szinte kész is. Ugye? És hát már most kész van. Kész hát ez van. Már így, ahogy van használható. Maximum annyi... Egy kap egy védelmet, egy festést. Igen. Maximum még annyi, hogy egy ilyen fa védőlakkot kell rá tenni, és akkor igazából kezdeni, na jó, nem ülünk tovább, tegyük föl, aztán lássuk. Lássuk. Milyen? Ja, Istenem, na. Na. Kettő köz kilátszunk. Impozáns kis darab. Combos kis darab lett. Lehet, hogy egy kicsit el kellene fordítsuk, hogy úgy jobban látszik. Így. Így. Na igen. Hát így már szerintem jó lesz. Na, szóval combos kis darab lett. Van súlya. Van beleraktunk benne... minden darabot, ami hulladék volt, még azt is beleraktuk olyan helyekre, ahol. Az anyag megtréfált, elfogyott közben, de a múltkori képkeretezésből maradt léceinkkel szépen. Igen, azzal kipótoltuk az asztallapot. Úgyhogy elég stabil lett. Szerintem kiváló. Na mindegy, de szóval... egyszer kiülünk az udvarra. Egyszer kiülünk, aztán mindent kipakolunk, és mindent kipróbálunk egyszerre. Úgyhogy igen. Valószínű, hogy ez lesz. Hát ez egy ilyen kis romantikus, kétszemélyes pados kis dolog lett, úgyhogy ez az. Gyakorlatilag ennyi volt. Amit ma akartunk mutatni. Föl fogunk tenni egy tervrajzot. Ami itt van. Igen, ami már... itt van a falon, igen. Tehát mi ez alapján csináltuk. Ezt fölrakjuk, bárkit érdekel, rajta vannak a daraboknak így a van. Méretei. És az ebből jött ki. Úgyhogy ha tetszett, amit csináltunk, akkor iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, hogyha ti is csinálnátok egy ilyet, vagy már csináltatok. Így valami van. Hasonlót. Jövő héten folytatjuk. És jövő héten folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok!